A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, ahogy már beszámoltunk erről az elmúlt héten a Videoton vagy Molfehérvár Múzeumban számtalan legenda találkozott az egykori nagy csapat tagjai. Én azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus ünnep volt, és akkor elhatároztuk, hogy megszólítjuk őket, hiszen ők tették a fehérvári futballt a piros-kék színekben olyanná, hogy országszerte azért elismerik ezt a klubot. Mai vendégem egy legenda, a legendák legendája, ha úgy tetszik, Karsai László. Tisztelettel köszöntelek, örülök, hogy itt vagy velünk. Szervuszlás. Nos, hát csak egy rövid előtte, hiszen az első alkalommal 55 éve jutottunk fel az NB1-be, tagja voltál annak a csapatnak, te lőtted az első gólt, NB1-es gólt az MTK ellen, több mint 200 meccsed van. Ugye játszottál az MTK-ba is, a második legtöbb NB1-es bajnoki mérkőzés is a tiéd. Rengeteg gólt lőttél, a második feljutásnál 34 góllal lettél gólkirály. Na, erről is fogunk beszélgetni. Ami viszont engem nagyon is érdekel, hogy egy pongráztelepi budapesti 8 gyermekes család kisfiúja hogyan kezdi el a pályafutását? Hát ez abból a helyzetben is furcsa, hogy ez fordítva szokott mindig történni, hogy a vidéki játékosok mennek föl Pestre játszani. Tehát átigazolnak Pestre. Ez volt a divat mindig. Hát én, mint ahogy mondtam, 8. gyerek voltam, MTK ifjével játszottam, elég hamar 10 éves koromban már leigazoltak hamisan, tehát átigazolással játszottam, mert már akkor kitűntem a 12 évesek között, már akkor is elég sok gólt rúgtam, és MTK-ban elég hamar 16-17 évesen már NB1-ben játszottuk. Ki volt az első edződ, Lacikám? Mérei Vili bácsi. Mi mindent lehetett megtanulni, hiszen akkoriban azért valljuk meg, a pesti srácok is mindenhol futballoztak. Ma már ez nincs így, de akkor ez alapvetés volt. És nyilvánvaló, hogy aki kellően tehetséges volt, az gyorsan felfedezték. Hát ez azt jelenti, amit kérdeztél, hogy a Grundon tanultunk meg, nem kellett hozzá edző. Mindenhol volt futballpálya. Akkor nem az, hogy benzinkutak voltak még ilyenek, hanem futballpályák voltak még minden lakótelepen. És ott hengzsettek a gyerekek. Ott töltöttük a szabadidőnket, iskola után, és estig, kora estig, este sötétedésig játszottunk lent. Az alapja rendkívül technikás voltál, mindenek egyik legtechnikásabb futballistája itt Magyarországon. Ez honnét ered? Nyilván már gyerekkorban is az is fontos volt, hogy labdával ébredtetek és feküdtetek. Nem volt nehéz dolgom, mivel a legkisebb voltam 4 fiú közül, és mind a 4-en futballoztunk. Érdekes, a édesapánk az nem. De a 4 fiú közül mindenki Pesten játszott, valaki a Törekvésbe, a Kistextbe. A legkisebb bátyám az MTK-ba, ő miatta, mert bele már kimentem, és akkor már megengedték, hogy labdát is legyek a hidegkutiéknak, és ott már én láttam egy-két olyan dolgot, amit otthon már tudtam gyakorolni is. Tehát ott a ház falánál rugdostam a labdát, jobb külső, bal belső, és minden lába, mind a két lábommal. És a testvéreim mérkőzésére szintén kijártam, sőt, ők bevettek már korábban, 10 éves korom óta a csapatukba, ott az utcán 2 téglát leállítottunk, és itt egy kis pongráztelepi kis foci volt, 5-5 ellen. És már ott bevettek, és ott már igaz, hogy izgultam, de rám ragadt nagyon sok dolog. És legtöbbet labdaszedőként tanultam, megmondom őszintén. Érdekes, amit mondasz. Az MTK ifiben mit lehetett megtanulni? Nem sokáig voltál MTK-s és ifista, de azért az nyilván a fejlődésnek egyik záloga volt. Az MTK ifiben ott már kimondottan a csapatjátékra törekedtünk, hogy egymást minél jobban megismerjük, mert ott olyan játékosokat válogattak ki,
azt is el kell mesélnem, hogy járták a menedzserek ezeket a grundokat és a fotballpályákat, és ott szedték össze a legügyesebb gyerekeket. Tehát így kerültem én is az MTK-ba. Érdekes, ezt még hozzáteszem, hogy a Fradi volt a legnépszerűbb csapat, és mindenki megkérdezi, hogy nem, én nem oda mentem. Mondom azért, mert én mindig győzni szerettem volna, és a Fradit legyőzni. És ez így is történt, hiszen ifi bajnokságot nyertetek a Fradi ellen. Akkor ez nagy szám volt. Igen, pontosan a ifibe. És ekkor én a legboldogabb voltam, és mondták is, ki a példaképen, természetesen Hidegkuti Nándor volt. Így van. De hát volt egy vetélytársa, amin gondolkodtam, az az Albert Florian, ami még példaképen volt, amit néha a fekete-fehér televízióban azért láttam a mozgását, láttam a cseleit, és azokat én gyakoroltam lenne a ház tövébe. Hát igen, az aranylabda nem lehetett véletlen, amit ugye Flóri akkor kapott, amikor a Vidi először feljutott, de először ugye már 18 évesen bemutatkoztál az MTK-ban. Aztán mégiscsak a Fehérvárra vezetett az utad. Amit mondtál az imént, az nagyon érdekes, hogy mindenki vidékről Pestre megy, te Pestről kerültél ide, és lettél ősfehérvári. Ez így van, és ez szokatlan volt, de mivel, hogy elektroműszerész lettem, abban az olyan iskolában jártam, és megragadott a VTTV, tehát a Videoton gyár, a televíziógyár. Tehát ott már biztos voltam benne, hogyha nem is jön össze a karrierem, de munkahelyet találok. Tehát valahogy a kettős, nem akartam elszakadni a szakmától. Mert ugye a futballban lehetnek sérülések, bármi történik, de akkor még mindig van egy állásom. Tehát feljutott a csapat, akkor már tevékeny szereplés, ugye szerepeltél az első NB1-es csapatban is, aztán kiestetek. De nyilvánvaló volt, hogy ez szűk volt ez a mesdje még a Vidinek, te utána az NB2-t, NB1-b-t simán nyertétek, ráadásul 34 góllal gól király lettél. Mielőtt erről kérdeznélek, hogy talált meg a poszt téged? Ki volt az az edző, aki azt mondta, hogy irányító középpályásnál nem lesz jobb, mint a Karsai Laci? Na, én hozzá kell tennem visszamenőleg, az MTK-ból hogy kerültem el, hogy már ott középpályás játszottam, és ott már irányítani kellett. Tehát a Lakat Karcsi bácsi jött edzőnek az MTK-hoz, és teljesen megfiatalította a csapatot. Két-három idősebb játékos, a Lanckor, a kapus, a Danszki, a Bödör Laci meg a Nagy Pista játszott, a többi mind fiatal volt, az ifiből kerültünk föl, akik megnyerték a bajnokságot. Igen ám, de ez kevés volt. És kaptuk az lakókat a Népstadionba, a Honvédtól 7-6, Fraditól 7, mi csak egyet-egyet pötyögtettünk, és kieső helyre kerültünk. Így Sándor Csikar volt a menedzser, a Csikar, Karcsi bácsi, és azt mondta, hogy adjuk kölcsön a Fehérvárnak, mert jöttek a fehérváriak, hogy nincs kölcsön játékosok, mert a Fehérváron voltak olyan, a Horváth Lajos, aki a MTK-ba játszott, az már itt szakosztályvezető volt, voltak olyanok, akik érezték azt, hogy tehát kapcsolatban voltak az MTK-val. Világos. És így a játékosokat onnan, meg Pestről egy-kettőt, mint az Újpestből is, mint a Fejes Gabi, aki onnan jött, meg a Hajtányi Gabi, a Volek Soroksáról, tehát Pestről már itt többen szállingoztak, hogy én voltam az úttörő. Alakult az a legendás csapat. Igen, pontosan. Mi fogadott Fehérváron? Ugye mondtad, hogy elektroműszerészként tudtál elhelyezkedni, akkor a Vadász VT Vasasban. Igen, Vadász Töltény. Tehát a Videotonban. De nyilvánvaló, egy vidéki lét azért egy kicsit más. Hogy szoktad meg? Nem volt olyan nagy különbség festkés, már úgy értem, hogy a 10. kerület és Fehérvár között. Mert ott mi a Proli negyedve, a Pongrász telepen ugyanakkor lakótelepek voltak, mint Fehérváron. Tehát én azokat nem nagyon hagytam el, azt a kis körzetet. Mert ott tanultam, ott jártam iskolába, az MTK 200 méterre volt az MTK pálya. Átsétáltunk, vagy át villamosoztunk a Stukán. Milyen volt a munkásszálon? Hiszen azt nagyon is jól tudjuk, hogy akkoriban még az első pillanatokban nem kapott lakást a Viditől a játékos. Erre akartam rátérni, igen. Hát ez is úgy történt, hogy jöttek, hogy nehogy Laci, most akkor mi van, rögtön idét az elején szállóba lakzek, majd kapsz lakást. Hát én meg leutaztunk Fehérvárra, és láttam, hogy a Velence szálló milyen gyönyörű. És azt kérdettem el, mondom, hogy itt egy évet el tudok tölteni a Velencébe. Aztán mondták, hogy hát a munkásszálló. Hát ott egy kicsit szomorú lettem, de
most már minden, hogy átigazoltam, minden, mondom, kipróbálom egy évet, aztán tovább lehet állni. Csak hát az év az annyira jól sikerült, hogy felkerültünk, hogy ott már nem mertem, nem is akartam már akkor hazatnőtni. Nem is kellett, ez 55 éve volt, és ráadásul akkor megépült az új stadion, ráadásul az első NB1-es meccsen a Diósgyőr ellen gólt szereztél, én azt hiszem, hogy azóta pedig fehérvári vagy. Viszont a kiesés után az NB1-ben nagyon válladra kellett venni a csapatot. Az a 34 gól az azóta is meghatározza. Hát akkor jöttek még Pestről, meg egy-két játékos vásárolt a Túrai Bandi bácsi, de azt, hogy a vállamra kellett venni, azt így egy kicsit erős, mert a többi játok is akarta a feljutást mindenféleképpen, és nekem így könnyebb volt játszani. Hogy mindenki, azért már olyan játékosok játszottak, technikásak, Hajcsányi Gabiról beszélek, Bolektivi a gól királyról, szóval olyanokat, akik lekötötték az ellenfél játékosait. És így nekem sokkal szabadabb volt az egész pálya. És a labdával is azt csináltam, amit akartam, könnyebben oda kerültem az ellenfél kapujához, 11-eseket már én vállaltam el, és akkor így összejött szépen ez a 34. Az egyébként még én se hittem el. Világos, az egyébként nagyon fontos, hogy amikor kiestetek, nyilvánvaló, akkor már befutottál. Ezt mondhatjuk így, hiszen mindenki beszélt arról, hogy itt van a Karsai Laci, a Videótonban egy fantasztikus futballista, miért NB2-ben játszik. Tehát nyilván voltak megkereséseid. Mi vitt rá, hogy maradj? Na, ez például, ezt odaadom neked. Köszönöm szépen, ezt majd megmutatom. Igen, Videóton világmárka, Karsai a csapat kapitánya. Ezt majd valahogyan megmutatjuk egyszer nagyban is. Köszönöm szépen. Szóval mi vitt rá, hogy maradj? Hát volt egy edzőtáborunk, a Dakasz már a Kovács Imre bácsival volt, Bodajkon. És állandóan ott edzettünk minden, és éreztem azt, hogy mondták azt, hogy Laci, keresnek kint a kapuba, és a ajtó mellett kint. Jó, kisétáltam minden, hát ki volt ott? Sándor Csikar. Hát nem, csak Karcsi bácsi. Mondom, mi van Karcsi bácsi, mi újság? Ja, azt mondja, csak gratulálni jött, hogy milyen jó szerepelti, meg milyen jó játékos vagy, meg stb. Hát ott hoztam egy táskát. Mondom, jó, hát az rendben van, a táska. Biztos benne vannak az vizet, hogy vissza akarok-e menni MTK-ba. Aztán megmutatta a táska belsejét, hát volt ott egy kis pénz. Nem kevés, na, csak ennyit mondok. És mondták azt, hogy nagyon szívesen várnak vissza. Hát mondom, Karcsi bácsi, elkésett. Igen, és de utána? De aztán még elgondolkodtam, haza is utazott, mondom, sajnos ez már nem aktuális, itt megszerettek a közönség, a szurkolók, itt már a vállokon dobálnak, itt legalább népszerű vagyok. Pestem meg a Bene, Albert, akkor Fazekas, meg sorolhatnám a Mészőjék, a Vasas, akkor Kispestről nem beszélve, ott valahogy én nem lennék kitműbe. Itt meg aztán az egész megye szeret. És utána nem csak az egész megye, hanem az ország is, hiszen visszakerültetek az első osztályba, remekül ment a játék, és egyszer csak meghívott, jött a válogatottól is, és azt hiszem ez egy fontos pillanat. Azt is tudjuk, hogy ugye a Fejes Gabit mondjuk először, mert ő kezdő volt azon a mérkőzésen, te csereként álltál be. Mit jelentett neked a címeres mez? Hiszen azt hiszem, hogy egy futballista számára ez a csúcs. Így igaz, ahogy ráadásul mondod, egy olyan időszakban, amikor felsoroltál az imént itt neveket, amikor legendák sorra játszott a válogatottban. Így igaz. Ott a Hoffer Józsi bácsi volt a kapitány a magyar ifi válogatottnál. Tehát én már ifi válogatottban két UEFA tornát is rendeztek, 65-ben, 66-ban, akkor még iskolás voltam, és már akkor bekerültem a magyar ifi válogatottba. Tehát az U17-esbe, a mostaniban. Tehát egyik Augsburgban volt, a másik meg azt hiszem, hogy Jugoszláviában. Akkor még Jugoszlávia volt. És ott voltak ezek a tornák, és már ott a Hoffer Józsi bácsi volt a kapitány, szövetségi kapitány. Na és ő váltotta, azt hiszem nem volt a Sós Károly, vagy ki volt előtte, vagy a, azt nem tudom most megmondani, ki volt először a nagyválogatottnál, váltottak, és ő összeszedte ezeket a Kocsis Lajos, meg az összes ifit, aki újpestieket honvédott, és az egy-két vidéki srácot is, játékos, mint a Halmosi Zoli Szombathelyről,
akkor Karsai Laci, Fejes Gabi Fehérvárról, és így. De hát nem sikerültek ezek a mérkőzések úgy, ahogy ő szerette volna. Persze kiegészítették, mert volt egy ilyen csatásor, nem tudom melyik válogatott ellen, de azt hiszem a svédek ellen valahogy, hogy Fazekas, Görőcs, Bene, Runai kettő, Karsai. Karsai. Szóval az Ámos annyi helyet játszottam. De hát a bal szélén kint Kocsis Lajos, Runai három volt a két középső. Kocsis Lajos és a Runai három, így van. Középső, középpályás. Nekem egy kicsit vissza kellett húzni, hogy kiszolgáljuk a Benéjéket. Egyébként a második válogatott meccsed is rendkívül emlékezetes. Nyertetek 2-0-ra, gólt lőttél, gólpasztattál. Én azt hiszem, hogy második mérkőzésen ez egy fantasztikus dolog. Hát a legboldogabb voltam akkor, hogy válogatott címeres meccsben, és azt hiszem sok fehérvári szurkoló is örült annak a gólnak, hogy na, aki szeretett minket, hogy ilyen jól sikerült ez a mérkőzés. Erről van egy sztori is, hogy a szögletrugás volt, tehát ebből híres voltam, azt hiszem, ezt igazolják. Érintés nélküli szögletek, igen. Igen, még arról is mesélek egy sztorit, de előbb elmesélem ezt a lengyel mérkőzést. Úgy történt, hogy szögletet rúgtunk, hát én mentem szögletet rúgni, és puf, jó, becsavartam, Fazekas érkezett, befejelte 1-0. Erre középkezdés, minden eldelik, 20 perc, jön a Fazekas Laci, támadunk küzdet, ragyogó labdával szöktetett engem, és a kapus mellett külcsővel becsavartam. Erre oda rohannak Fazekas, na látod, te adtál nekem egy gólpaszt, én is adtam neked egyet. Tehát majdnem, hogy üzlet, hogy kiestünk az örömünkből. Igen. De rögtön megegyezte azt, hogy na, visszakaptad, ugye? Igen, hát ezek csodapillanatok voltak. Mint ahogy az is, hogy elindult egy szisztematikus építkezés itt Fehérváron is, és egy fantasztikus csapat épült. És ennek lett volna a csúcspontja a 76-os bajnoki aranyérem, amitől ugye Muncz játékvezető, illetve a Fradi, hiszen most olvastam és hiteles forrásokból, hogy abban az esztendőben a Fradi több mint 10 meccset vett meg. Ráadásul a Fradi ellen ugye Mayer Lalit kiállították, és én azt hiszem, hogy ennél szomorúbb futballesemény, mármint fehérvári futballesemény nem nagyon volt. Ti hogy éltétek meg? Hát én úgy, hogy ahogy a lengyel mérkőzés a csúcsokig vitt, az egekig dobott boldogságban, ez ugyanúgy le. Hát majdnem azt csináltuk tényleg a Kovács Feri is, amit mondott be az öltözőig a Münznek, azt nem hiszem, hogy valaki föl lehetett volna venni Magnóra. Mert amiket az kapott, de hát abban nem értünk semmit sem. Igen, hát egyébként mindenki skandálja ezeket a neveket. Kovács Laci, Nagy Három, Kovács Józsi, Fejes Vég, Karsai, Burcsa, Nagy Kettő, Csongrádi, Mayer, Volek, Tiber, Szalmási, akik még szóhoz jutottak, Kuti, igen. Baranyi, és így tovább. De hogyan lehetett így folytatni? Hiszen azt nagyon is jól tudjuk, hogy egy ilyen kudarc, ezt idézőjelbe teszem, hogy kudarc után nagyon nehéz újra felállni. Hát inkább most már arra gondoltunk, hogyha idáig eljutottunk, és ereink teljében vagyunk, akkor legalább a kupába mutassuk meg azt, hogy mit tudunk. Hát a kupa se úgy sikerült, ahogy kellett volna. Rutintalanak voltunk, kimentünk Nápolyba, Magdeburgba, és kaptuk az akókat, úgyhogy, és kiestünk Nápoly után, következő évben meg Magdeburgba, úgyhogy abban még rutintalanok voltunk nagyon a külföldi mérkőzésekben. Lehet, hogy rossz a kérdés, mert abban a csapatban mindenki legenda lett, és sokan sajnos már nincsenek köztünk. Ugyanakkor ki volt az, akivel nagyon szerettél játszani? Mindegyikkel, mindenkivel, megmondom őszintén. Mindenkinek megvolt a helye, és Kovács Feri bácsi az megtalálta. Meg még azt elmesélem, hogy Feribá hogy került ide, Kovács Feri, aki a UEFA döntőt is vitte a csapatnak a Csongrádiékkal, hogy volt, akkor Egerbe volt edző, és az Egrieket megvertük ott 2-0-ra, jöttek hozzánk, hát beintettünk nekik egy 8-ast. Ott sajnos egy hibát vétettem, már magam részéről és magamnak, hogy odaadtam a Szalmásinak a 11-est. Mert tudod, akkor volt a 10-es osztályzat is, és 4 gólnál kapta meg egy játékos. Nekem meg 3 ben volt már a zsákba, és volt jött a 11-es. Tamás jött könyörögni, te már rúgtál 3-at, add oda nekem a 11-es, hogy rúgjak én is gólt. Hát odaadtam neki a jó szívembe,
És akkor nem is gondoltam arra, hogy elvettem magamtól egy 10-es osztályzatot, ami megint rekord lett volna a történelemben. Így van, videótonjátékosként is feltétlenül. Hogyne. Ugyanakkor a csapatot bár megsínylette ezt az ezüstérmet, ezt a méltatlan helyzetet, ugyanakkor nem álltatok le, te semmiképpen sem, hiszen nagy örömmel fedeztünk fel az olimpiai válogatottban. Ugye kevesen tudják, hogy az olimpiai válogatott akkor az első osztályú egy fantasztikus csapat volt, és ráadásul Lakat Karcsi bácsi volt a mestere. És a Mésző Kálmán. És a Mésző Kálmán. Hozzá a páros. A Csíjesen a Lakat Karcsi bácsi edzőként meg a Mésző. Hát az egész az úgy történt, hogy Lantos Micsi bácsi volt itt Kovács Feri után, 77-ben azt hiszem. 77-ben értezett. Igen, és a Verebes volt a segédedző, a pályaedző. És ott már kevesebbet játszottam, már ott nem is cserégettek úgy be, meg a Resz Józsi játszott kezdőnek, én csak cseréként álltam be. Úgyhogy ott egy kicsit már így megszakadtak a szálak, meg is a pályafutásom egy darab. Hát elgondoltam azt, hogy mondom, ennyi idős vagyok, már 30 éves, akkor már itt azt mondják úgyis, hogy öreg az ember. Mert ez szokás Magyarországon rögtön eltemetni az embert 30 éves korában. Már várják a fiatalokat, a újoncokat. A lényeg az, hogy a Vereves átvette az egyet, az edzőséget a Lantos Micsi bácsitól, mert nagyon rosszul szerepelt a csapat. Ám is közel, a szokáshoz képest rosszul, tehát nem volt, hogy kiesésre álltunk volna, hanem az, hogy gyengébben volt, mint az előző években. És Verebes Józsi átvette, és valahogy felvillanyozta az egészet. Különben az edzések, a szak edzői tanácsokat is a Verebes adta, nem a Misi bácsi. A Misi bácsi elmondta az összeállítást, és a persze Verevesre megbeszélve, és a Verebes a taktikai utasításokat, meg a Verebes Józsi csinálta, a Józsi. És ő azt mondta, hogy neked itt helyed van a csapatban, és ezeket a fiatalokat, a Csongrádiékat, Májerékat, Szabóékat össze kell fogni valamit. És akkor még mellette kaptam egy jó játékost is, a Búcsa Győző, aki rengeteget futott, rakkolt, és osztogatott ragyogóan. Tehát ott megint egy olyan helyen volt, és megint egy kicsit annyira fellobott, hogy el is felejtettem ezt a 30 évet. Mondom, akkor még nyomok, ameddig csak lehet. És így kerültem a válogatottba. És az megerősített szerintem, meg. Mert az fontos időszak. Ugyanúgy kezdő lettem, ott Diógyőriek közé befértünk, azt hiszem, hogy hárman voltunk ott, Fekete Laci Újpestből, Baranyi Sanyi, meg én, Fehérvárra, Videótomból. És ez a nagy Salamon korszak az volt. Az a nagy Salamon korszak, igen. A Diógyőriek részére. Hát a Verébel az élen, hát a Verébel mesélt nekem egy óriásit, mert évente találkoztunk, amíg nem volt ez a Covid, fönn Pesten ezek az idősebb válogatott játékosok összejönnek, és ő mesélte, hogy azért szeretett meg engem, mert te vagy az első és utolsó, aki szögletből gólt rúgott nekem. Igen, hiszen szóval a szögleteid legendásak voltak, a szögleteid is, maradjunk ennyiben. Igen, meg a szabadrúgások, amire büszke. Például a Csehek ellen, az a szabadrúgás gólom. Igen. Ott. Elegáns volt, zseniális mindenféle szempontból. Mikor érezted úgy, hogy itt a vége, hogy be kell fejezned? Nem volt vége, mert jött Kismarton. Igen, azt tudom, csak hogy nem, az már, tehát NB1-es szinten. Nem, akkor megkerestek, két játékos már játszott Kismartonban, az a Pusztai Laci volt, meg a Küllajos. Tehát gondolom az ő tanácsukra mondták, hogy itt van egy idősebb játékos, az is magyar, nagyon jó között szervező játékos. És ha azt gondolom, hogy nem volt hiába kimenni, majd a végét elmesélem, az már katasztrófa, az már tragédia, amikor elszakadt az, aki leszem az utolsó edzésen, de a Kismarton feljutott az első osztályba, a három magyarral. És ez annyira megint, mondom, még akkor itt játszom, most már NB1-be is fogok játszani, mármint a osztrák NB1-ebe, a Grand Prix-ek ellen, de mondom, az utolsó edzésen elszakadt az, aki leszem, és ebben lett vége a pályafutásom. Félig, hiszen mi még, tehát Veszprém. Igen, erre gondoltam. Hiszen pont. Még egy Várpalota Veszprém meccsen játszottunk egymás ellen. Igen? Igen, valamikor a 80-as évek. Ott volt, legelején. Tehát kemény meccsek voltak. Így van, amikor kemény. Még a Nagy Három is ugye Várpalotán játszott. No,
Tehát Veszprém volt a vége. Tudtad már, hogy mihez kezdesz? Mert hogy nagyon kevés játékvezető, illetve hát a macskát mondhatjuk Nagykettő Jánost, aki szintén azt mondta, hogy akkor ő játékvezető lesz. Hát én is úgy voltam vele, hogy Kovács Feri mondta még régebben, amikor nem akarta, hogy edzek, vagy sérülés, kisebb sérülésem volt, és vezettem mérkőzéseket, edzőmeccset a nagy csapatnak, tehát a saját csapatom ellen, de mint játék, azt mondja, nagyon jó folyott, próbálkozz meg a játékvezetéssel, és valahogy segíted a csapatot is majd, hogy úgy fújta, hogy a csapatnak jó, mondta viccesen. Na és akkor tényleg, mondom, megpróbálom, miért ne pályán maradok, edzeni ott is kell, plusz még ráadásul kaptam egy ifi csapatot is, később a videótan ifiét, és akkor így már azért csak ott maradtam a pályán. Mert az lett volna szomorú, hogyha tényleg abba kell hagynom, és nincs pálya, ahol menjek. Valami maszek munkát kellett volna végeznem. Nem, mint hogyha nem tudtam volna, csak mindig valaki hívott. Vagy a junior hívott, Cseh Horváth, vagy a Mezővár hívott a Ikarushoz egy évenként, aztán Szabadbattyán, a Oszi hívott Szabadbattyánba edzőnek, feljutottunk a megye első osztályba. Tehát azért voltak olyan sikereim, hogy mindig valahogy följut az a csapat, ahol voltam, az nyert valamit, akkor az ifikkel is nyertem kupát, a junior ifivel. Szóval mindig voltak sikerélmények. Mert nekem csak az volt a legnagyobb dolog, ha valami sikert elérek. Tehát langyosan ezt nem lehet csinálni. Így van. És a pályafutásod példa rá. Milyen üzenetet hordoz az a találkozó, amiről beszéltem itt az elején? Zárjuk keretbe a történetet. Jó volt titeket együtt látni, és én azt hiszem, hogy egy olyan megérdemelt ünnep volt az, ami kell, hogy folytatódjék. Milyen gondolatokkal fogadtad a többieket? Jó volt ott együtt? Persze, hogy ne, természetesen. A baj inkább az volt, hogy én nem vagyok most teljesen egészséges. Tehát van ez a szemműtétem, meg van még az idegbecsípődésem, de ezt remélem kieverem, szemem meggyógyul, és akkor még lehet, hogy visszatérek a pályára megfigyelőnek. Legyen úgy. Én jó egészséget kívánok, örülök, hogy itt voltál velünk, és bízom benne, hogy sokan megnézik ezt a beszélgetést, annál is inkább, mert hogy példaképekre a 21. században most is szükség van, már pedig te példakép lehetsz. Köszönöm szépen. De azért még hozzáteszem, tényleg nagyon jó volt belül találkozni, és látni azt, hogy nem csak én öregedtem meg. Köszönöm szépen. Nagyon szíves. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Karsai László volt, az egykori piroskék legenda. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.